szedit illi, et testamentum suum confirmavit super caput eius. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Excellenciás és főtisztelendő Varga László, kaposvári püspök úr részére. Őszentsége Ferenc pápa örömmel értesült a 2018. május 23-ára, 6-ára szervezett ünnepségről, amely a kaposvári egyházmegye alapításának 25. évfordulójáról emlékezik meg. Arra kéri, hogy továbbítsa szívélyes köszöntését és imádságos jókívánságait az egyházmegye papsága, szerzetesei és hívei számára. Őszentsége hálát ad a mindenható Istennek az elmúlt negyed évszázad kegyelmeiért. Imádkozik azért, hogy mindnyájan újuljunk meg hitben, reményben és szeretetben, s így minden plébánián valóban a közösségek közössége, szentély, ahova szomjazók inni járnak, hogy folytassák útjukat, és a folytonos missziós küldetés központja lehessen. A kaposvári egyházmegyét a magyarok nagyasszonya szerető oltalmába ajánlva, Ferenc pápa szívből adja apostoli áldását, mint a feltámadt Úr békéjének és örömének ígéretét. Kelt a Vatikánban 2018. április 7-én Parolin Pietro Biboros államtitkár. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és molesztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szepőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk. Minden ajándék atya, hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, és téged őszinte szívvel, minden erőnkből szeressünk. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Az áldásra váró néphez Simon főpap így beszélt. Most áldjátok a mindenség Istenét, aki az egész földön csodákat tesz, aki fenntartja életünket anyánknak méhétől, és irgalmassága szerint cselekszik velünk. Adja meg nekünk a szív örömét, hogy béke legyen napjainkban,
Izraelben örök időkön át. És így elhiggye Izrael, hogy velünk van az Isten irgalma, s megment minket napjainkban is. Ez az Isten igéje. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelídek, és örvendezzenek. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Magasztaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Az Úr angyala minden Isten félőt körül sáncol, és megszabadítja őt. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyétek. Így adjatok hálát általa az Atya Istennek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hallelujah.
rajongok és örvendezem irgalmasságod miatt, mert kicsiny voltom a tekintetre méltattad. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én igám könnyű. Ezek az evangélium igéi. Főtisztelendő megyés püspök úr, főtisztelendő nyugalmazott megyés püspök úr, kedves testvéreim, a püspöki és papi rendben, a világi hatóságok igen tisztelt képviselői, Krisztusban kedves testvéreim. Örömünnep a mai nap Kaposváron. Az egész egyházmegye és az egész magyar egyház ünnepel. 25 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa megújította hazánkban az egyházmegyék és az egyháztartományok határait, és újakat is alapított. A Dunántúlon Kaposvár, az Alföldön Debrecen püspöki székhely lett. Ebből az alkalomból a Szent Pápa külön levelet írt a magyar püspököknek. Az új határokat kijelölő rendelkezés mellett ez a személyesebb hangú pápai levél megvilágítja a döntés okait és céljait. Az egyházmegyékről a II. Vatikáni zsinat a teológiai és lelkipásztori alapelveket a Christus Dominus kezdetű határozatban foglalta össze. A zsinat hangsúlyozza, hogy az egyházmegyék Isten népének részei szerves egységet alkotnak, bennük egyesül a püspök, a papság és a hívő közösség egésze. Mégpedig ennek az egyesülésnek célja is van, az üdvösség szolgálata. Ennek előmozdítása volt a rendezés legfőbb szempontja is. Ennek során pedig az észszerűség elvét kellett követni. Az egyes népcsoportokat, ahogy a zsinat mondja, lehetőleg együtt kell tartani, a közigazgatási egységek
és az államhatárok bizonyos mértékig szem előtt kell, hogy legyenek, amikor az új határokat, az egyházi egységeknek a határait megrajzolják. De igazodni kell a lélektani, a gazdasági, a földrajzi és a történelmi adottságokhoz is. Az egyházmegyének olyan méretűnek kell lenni, mondja a zsinat, hogy a püspök látogatni és kormányozni tudja. Ebben kellő számú papságnak kell segítenie őt. Fontos, hogy ki lehessen alakítani a részegyházra jellemző sajátos intézményeket, és meglegyenek a szükséges anyagi források is. A nyelvi közösségekről pedig az adott nyelvet jól beszélő papok és esetleg püspökké is szentelt helynök útján kell gondoskodni. Ezeknek az elveknek a mentén újította meg az apostoli szentszék az egyházmegyék határait 1990-től kezdve egész Közép-Kelet-Európában. Ebben a régióban a modern módon megfogalmazott vallásszabadság keretei között nagyobb lehetősége volt a szentszéknek a zsinatelveinek követésére, mint Európa nyugati felében, ahol konkordátumok, erős történelmi és regionális kötöttségek akadályozták a lelkipásztori szempontok érvényesülését. Magyarország nem az első volt a régió országai között, ahol a szentszék a megújítást véghez vitte. A Szentatya a reformot a saját hazájában, Lengyelországban kezdte. Utána kerültek sorra a többiek. Igen sok egyházmegye és tartomány alakult. A magyarországi két új alapítás a viszonylag szerényebb változtatások közé tartozik. Horvátországban, Szlovákiában, de Ukrajnában, a balti országokban, magában Lengyelországban és másutt is jóval több új egyházmegye született. A kérdés azonban nem az alapítások mennyisége, hanem az, hogy mi volt a céljuk és mi lett az eredményük. János Pál pápa idézett levelében a zsinat tanításával kezdi gondolatait. A katolikus egyház isteni küldetést kapott a nemzetekhez, hogy az üdvösség egyetemes szentsége legyen. Az egyháznak ugyanis, folytatja, az a küldetése, hogy elmenjen az egész világra, és hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek. Ebbe a küldetésbe illeszkedik a katolikus egyház és a magyar nép évezredes kapcsolata is. Mert az egyház itt Európában anyai szeretettel kísérte és segítette az egyes nemzetek kialakulását és fejlődését. Második János Pál is az egyházmegyei reform indoklását Taksony fejedelem említésével kezdte. Ő volt az, aki 962-ben 12. János pápától követe útján püspököt kért. A pápa egy Zakariás nevű egyházi embert szentelt föl püspökké, és őt küldte Magyarországra. Az igazi szervező munka azonban Szent István király műve volt, aki második Szilveszter pápától koronát kapott. A pápa egyben elismerte az esztergomi széket a magyar egyház anyjának és fejének. Az anya egyház, a Metropolis egyháza legalábbis érseki széket jelent. Ez pedig fontos kívánsága volt a magyarok királyának. Szent István ugyanis ismerte Adalbert püspök példáját, aki a prágai egyházmegye élén alá volt rendelve a német egyháznak. Egyébként 1348-ig ez volt ott a helyzet, mert a mainzi érsekség alá tartozott. Ezt akarták elkerülni azután a magyarok és a lengyelek egyaránt. Tisztelettel fordultak a római egyházhoz, amelynek főségét készséggel elismerték, de nem akarták, hogy az egyházon keresztül is külföldi hatalmak függésébe kerüljenek.
Szent István olyan tartományt akart, amely 10, sőt 12 egyházmegyéből állt, és így teljes önállósággal rendelkezett. Korai alapításainak sorából kiemelkedett a nagy kiterjedésű és szép fekvésű Veszprémi egyházmegye. Szentendrétől és a Pilis-hegységtől egészen a Dráváig, sőt azon túl húzódott ez a hatalmas terület. Nem volt újdonság a kereszténység azon a vidéken már korábban sem. Nem csak a római korban, de a 9. században is volt keresztény élet az országnak ezen a részén. Zalaváron a Salzburgi egyházmegye egyik főesperessége működött, később pedig Szent Metód végzett ott missziós munkát. De Szent II. János Pál pápa azért eleveníti fel a múlt emlékeit, hogy megindokolja a megújításról szóló döntését. A Szentlélek az, aki a különböző hierarchikus és karizmatikus ajándékokat adja az egyháznak, hogy azok segítségével terjedjen Krisztus igazsága és kegyelme. A magyar katolikusoknak az a hivatásuk, hogy az egyház élő tagjai legyenek, segítsék az egyház növekedését, és minden erejükkel szolgálják az emberek megszentelését, a teremtő ajándékának és a megváltó kegyelmének segítségével. Az előző korszak szenvedései után a magyar egyház hálát ad Istennek, hogy Krisztus világosságát szabadon terjesztheti a társadalomban, írja a Szent Pápa. Ennek a missziónak a célját szolgálják az új egyházmegyék épp úgy, mint a határok módosítása és a Veszprémi egyházmegye érseki rangra emelése. A hajdani Veszprémi egyházmegye déli részét a Balatontól a Dráváig önálló részegyházzá szervezték. Középpontja a megyeszékhely, Kaposvár lett. Székesegyháza pedig a Nagyboldogasszony temploma. Az új alapítás új lehetőséget jelentett. Az első főpásztor, Balázs Béla püspök úr, hittel és szeretettel fordult a rábízottak felé. Inkább a lelkeket, mint a puszta külső formákat tartotta szem előtt. Megalakult az egyházmegyei központ, létrejöttek a lelkipásztori munkát segítő testületek. Képzési, lelkiségi és pasztorális programok csatolták mind szorosabban a plébániákat Kaposvárhoz, az új egyházmegye központjához. Kialakult az egyházmegye egy sajátos stílusa, lelkisége is. Ha ma megkérdezzük, miben áll a Kaposvári egyházmegye sajátos lelkisége, az első szó, ami eszünkbe jut, a misszió. Ennek a jelei a közösségek és a lelkiségi mozgalmak, a más egyházmegyéből származó fiatalok, akik ide jelentkeztek papnak, mert úgy érezték, hogy az emberek üdvössége szempontjából itt van rájuk a legnagyobb szükség. Ezt mutatják az erősödő kapcsolatok is a világi közösségek vezetőivel és a kulturális élettel. Hálát adunk Istennek azért, hogy ez az egyházmegye sok nehézség közepette is mindannyiunk figyelmét ráirányítja olyan lelki szempontokra, amelyek küldetésünk lényegéhez tartoznak. Hálát adunk az egyházmegye első főpásztoráért, Balázs Béla püspök atyáért, jelenlegi püspök főpásztoráért, a papokért, a szerzetesekért, a munkatársakért, a közösségekért, mindazért a kegyelemért, amivel Isten az itt élő embereket megajándékozta. Kérjük Urunkat és Mesterünket, Jézus Krisztust, legyen jelen különleges kegyelmével Kaposvári egyházában, tegye ennek az egyházmegyének a tanúságtétele révén értelmessé, értékessé, boldoggá az itteni emberek életét. Boldogságos Szűz Mária, Szent II. János Pál pápa, könyörögjetek értünk. Amen.
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, adjunk hálát a gondviselő Istennek a Kaposvári Egyházmegye elmúlt 25 évéért, és kérjük a Szentlélek pártfogását, hogy minden munkánkat Isten dicsőségére végezzük. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd Szent Egyházadat, tartsd meg Szentatyánkat, Ferenc pápát és László püspökönket épségben és biztonságban Szent népednek kormányzására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd Szent lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj egyházmegyénkben a híveknek, szerzeteseknek és papoknak egyaránt békességet és egyetértést. Hálát adunk Istenünk a Kaposvári Egyházmegyében szolgáló minden testvérünkért, árazd el őket bőséges áldásoddal. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, hogy vezéreld az államférfiakat, hogy a népek jogainak védelméért és boldogulásukért munkálkodjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, hogy ébresz papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldj sok munkást szőlődbe. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, a beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért. Kérünk téged, hallgass meg. Adj örök nyugodalmat elhunyt papjainknak és minden Krisztusban elhunytnak. Kérünk téged, hallgass meg. Urunk Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházad buzgó könyörgését, te adod lelkünkbe az élő hit kegyelmét, engedd, hogy amit e hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Laudate Dominum, laudate Dominum, in sanctis eius. Laudate, laudate, laudate Dominum, in firmamento virtutis.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk neked, Istenünk, a tőled kapott ajándékokért ezt a dicsérő áldozatot. Könyörögve kérünk, hogy amit érdemünk nélkül juttattál nekünk, azt neved dicsőségére fordítsuk, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg elhiggyesz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.
Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt gyermeki testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a tette kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek kegyelmében, minden tisztelettel dicsőség, mindörökkön üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a feleleddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békességet köszönjük mindenkor. És a tetek. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az.
hatalmasságot tettő vélünk. Álljunk a mennynek, Isteni, most minden élünk előtt, s mondjuk hálát nékik, mert irgalmasságot tettő vélünk. Áldott legyen az élő Isten, mert uralma örökké tartó. Dicsőítsétek Izrael fiai, a pogány népek előtt. Áldjuk a mennynek Istenét, most minden élők előtt, s mondjuk hálát nélkül. Magasztaljátok minden élő lény előtt, mert ő a mi Urunk, ő a mi Istenünk, ő a mi Atyánk örökkön örökké. Dicsőítsétek az Urat jó tettekkel, és adjatok hálát az örökké valóság királyának. Áldjuk a mennynek Istenét, most minden élők előtt, s mondjunk hálát néki, mert irgalmasságot tettünk.
Istenünk, te lelki eledelül adtad nekünk fiad üdvösségszerző szentségét, amelyet most hálaadásul felajánlottunk. Szilárdítsanak meg minket ezek az erőt adó és örömet szerző ajándékaid, hogy egyre nagyobb odaadással szolgálhassunk neked, és újabb jótéteményeket nyerjünk tőled, Krisztus a mi Úrunk által. Te Deum laudamus, téged Isten dicsérünk, téged Úrnak is. Te kormányod.
Hálásan köszönöm dr. Erdő Péter bíboros prímás úrnak, hogy elfogadta meghívásomat, és elvállalta jubileumi szentmisénken a főcelebráns szolgálatát. Köszönöm püspök testvéreimnek, a nunciatúra képviselőinek, paptestvéreimnek, a szerzeteseknek, diakonusoknak és akolitusoknak, hogy eljöttek és együtt ünnepelhettünk. Köszönöm az állami, megyei és városi vezetőknek, valamint a képviselőknek, hogy elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Köszönöm a testvéregyházak lelkészeinek, az oktatási intézmények vezetőinek, képviselőinek, hogy ők is részt vettek ünnepi szentmisénken. Köszönöm az asszisztenciának, a ministránsoknak, a hitoktatóknak, a jelenlévő híveknek, akár egyházmegyénk területéről, akár máshonnan érkeztek, hogy eljöttek és szolgálatukkal, imáikkal, énekeikkel emelték liturgiánk fényét. Köszönöm az előadóknak és előadóművészeknek is, hogy elfogadták meghívásunkat, és széppé tartalmassá teszik a nap hátralévő részét. Köszönöm azok munkáját, akik ezt az ünnepet előkészítették, a szervező csapatnak, a püspökség és gimnázium dolgozóinak, az önkénteseknek, a kántor, kórus és sekrestések szolgálatát is. Hálát adok a Jóistennek az elmúlt 25 évért, és ezen ünnepi alkalommal szeretném megköszönni azok munkáját is, akik a kezdetektől, többen közülük pedig még ma is aktívan szolgálják egyházmegyénk életét. Elsőként elődömnek, Balázs Béla nyugalmazott főpásztornak adom át az erről szóló emlékplakettet és emléklapot. Annak idején több mint 20 éve úgy kezdődött, hogy mielőtt beérkezek a püspökségre, előbb gyógyszert kell bevenni a püspökség ellen. Jelentem alázattal, tisztelettel, hogy megváltozott a helyzet. Én elérkeztem a 15. féle gyógyszerhez, és jól vagyok. Együttérző szeretettel gondolok utódra, László püspökatyára. Nem hiszem, hogy kell több gyógyszer. Rengeteg az orvosbarát, ismerős, és legközelebb van az Úristen, akivel én nap mint nap tudok találkozni. Köszönöm a szeretetet, amellyel támogattak, amivel aztán végül nem lett tragédia, hanem sikerült ezt a püspökséget végigcsinálni.
Isten dicsőségére és egész Kaposvár, Somogy megye hasznára. Köszönöm szépen. Az emlékplakettek átadása 4 csoportban történik, kérem, akik hallják nevüket, jöjjenek előre. Kaposvári Egyházmegye szolgálatáért emlékplakettet és emléklapot adományoz Balázs Béla emeritus püspök úr és Varga László megyés püspök úr közösen, Virt János főesperes pápai prelátus siófoki plébánosnak, az Egyházmegye által első általános helynökének és irodaigazgatójának, Dr. Péteri Pál pápai prelátus kanonok nyugalmazott plébánosnak, a Csokonai Vitéz Mihály főiskolán a hitoktatói képzés megszervezőjének, Dr. Páhi János plébánosnak, az Egyházmegyei Bíróság egykori helynökének, Rózsás László címzetes apál székesegyházi plébánosnak, az Egyházmegye első gazdasági helynökének, Dr. Takács Lajos címzetes apát nyugalmazott tabi plébánosnak, a Tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola alapítójának. Kaposvári Egyházmegye szolgálatáért emlékplakettet és emléklapot kap Ambrus Antalné, a Kaposvári Püspöki Hivatal egykori munkatársa, Szili Jánosné, a Kaposvári Püspöki Hivatal gazdasági munkatársa, Flisár Béláné, a Kaposvári Püspöki Hivatal munkatársa. Kaposvári Egyházmegye szolgálatáért emlékplakettet és emléklapot kap Dr. Csillag Gusztáv egyházmegyei jogász, a Kaposvári Kész alapító elnöke, professzor Dr. Rosta István akadémikus, Lőrinc Sándor újságíró, a Spiritus egyházmegyei lap szerkesztője, a helyi és országos média egyházi tudósítója, Jáki Zoltánné, a Kaposvári Karitász szervezője és első igazgatója. Kaposvári Egyházmegye szolgálatáért emlékplakettet és emléklapot kap Dr. Osváth Ferenc, a Kaposvári Nagyboldogasszony Katolikus Gimnázium alapító igazgatója, Szörényi Jánosné, a helyi kész társelnöke, a Kaposvári Nagyboldogasszony Katolikus Gimnázium alapító tanára és igazgatóhelyettese, Hajnal Józsefné, a Kaposvári Nagyboldogasszony Katolikus Gimnázium gazdasági vezetője, Molnár Sándor, az Alaszabari Sík Sándor Katolikus Általános Iskola igazgatója, Réling Veronika, a Kaposvári Szent Margit Katolikus Ovoda első vezetője, Ruzsáné Szili Julianna, a Tabi Szent Gellért Római Katolikus Ovoda első vezetője, és Bagi Györgyné, a Kaposvári Szent Imre Kollégium munkatársa. Mielőtt tovább lépnénk, bocsánatot kérek az Egyházmegye vezetése nevében azokért a bűnökért, hibákért,
mulasztásokért, amelyeket hivatalunk részéről az egyházmegye papjaival, híveivel, az itt lakókkal szemben követtünk el az elmúlt 25 évben. Jézus Krisztus nevében megbocsátok minden olyan bűnt, amelyet az egyházmegye vezetése ellen ebben az időben mások követtek el. Teszem ezt az egység munkálásáért, és azért, hogy kiengesztelődésünkkel utat nyissunk Isten bőséges áldásának, amelyet az előttünk álló időkre szánt. Szent II. János Pál pápa 1991 évi magyarországi látogatásakor nagyon ajánlotta a magyar katolikus püspöki karnak az egyházmegyei zsinatok összehívását. A kaposvári egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából elérkezettnek láttuk az időt, hogy meghirdessük első egyházmegyei zsinatunkat, amelynek célja vonzóvá tenni egyházunkat. Boldog VI. Pál pápa szerint az egyház az evangelizációért van, ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha sorsközösséget vállalunk azokkal, akikhez a küldetésünk szól. Célunk eléréséhez nagy segítséget jelentenek a II. Vatikáni zsinat kulcsfogalmai, nyitás, kapcsolatteremtés, párbeszéd, közösségvállalás, amelyeket Ferenc pápa az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában, teljes gazdagságában kibontott. Minden egyházmegyei zsinat annyit ér, amennyit abból képesek leszünk megvalósítani. Arra vágyom, hogy a zsinati bizottságok által előterjesztett témákban papságunk olyan dialógust folytasson, együttműködve a világi hívekkel, ahol mindenki szabadon és őszintén kifejtheti véleményét. Csak ekkor lesz remény arra, hogy nem elméleteket gyártunk, hanem az életet szolgáljuk, és megújul egyházmegyünk. Ezekkel a gondolatokkal ünnepélyesen meghirdetem a kaposvári egyházmegyei zsinatot. Szentmise záró áldását megadnám, arra kérek minden jelenlévőt, hogy adja tovább ennek a mai ünnepnek az örömét, és közvetítse ezt a mostani áldást szerettei számára, közössége számára, rábízott hívek számára, hogy valóban az egész egyházmegye közössége ünnepeljen, és sugározza maga körül a világban Krisztus örömét és békéjét. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve. Segítségünk az Úr nevében. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen áldott.